fel a motorotokat az utánfutóra, sokszor toljátok, ráncigáltok, vagy akár, ne vagy Isten, ezzel is foglalkoztok, hogy motort kell föl, illetve leszedni az utánfutóról, észre fogjátok venni, hogy elfér az ember levegője, besibbad az ember combja, nem bírja megtartani karról, tehát hogy egy rettentő, fárasztó, roppan nehéz történet, még akkor is, hogyha hátul van egy kicsit, aki megtámogasson és segít a motornak a tolásában. Most én azt az esetet félretenném, hogyha van esetleg szánkótok. Ezt a szánkót, ezt max, aki már funkcionális teremben edzett, tudja milyen az, amikor egy kis vas szervezetből összeépített sírra ráteszik a súlyokat, és el lehet tolni. Ez nagyon szép, nagyon jó, de viszonylag kevesen vagyunk abban a helyzetben, hogy ilyen teremben járunk, vagy ilyen gépet tudunk használni. Ezzel a lehető legegyszerűbb és leghétköznapi módokon próbálok nektek segíteni, hogy mi az, amit otthon is megtehetsz, hogy ez működik. Hoppá! Hogy mire gondolok? Otthon ezt lehet, ha van kettlebell-en kézi súlyzói, nem muszáj egyen, lehet kettővel, ha van esetleg egy edzőtrenóba eljársz egy darab tárcsával, rúddal, súlyjal, bármivel, ha otthon vagy, akár egy ilyen hatos pak ásványvízzel, mosóporral, teljesen mindenminek viszonylag már súlya van, tehát azért egy ilyen jó 5 kilótól fölfelé, a legjobb, hogyha 10 vagy 15 kilónál már jobban találtok. Tudom, mosóporban az általában kevés, de van 10 kilós kutya, tehát mindent meg lehet találni. És a következőt kéne csinálni azt, hogy működjön. Először is szépen megfogd a súlyt. A súly az most jelen esetben egy 10-es tárcsa lesz, és a következő gyakorlatot kellene elvégezni. Fönt tartod a mellkasodnál, de a könyököd egy kicsit alátámasztasz. Innen próbálsz egy jó nagy levegőt venni, a térdeidet két irányba kifletolni, és megpróbálni leülni a bokálletet. Nagy levegő, elkezdesz süllyedni, ide szépen mélyen beülsz. Amikor beültél, a levegőt még mindig bent tartod, elindulsz fölfelé, lábbal tolsz, hátaddal tartod, és itt a végén a karoddal szépen kinyújtod a fejed fölé. Utána vissza mellkasi, leengered, és mehet az egész szépen, automatikusan. Ennyi az egész, jó? Hogy ebből nektek mennyit és hogyan kéne csinálni. Most általában egy motornak a felrakása 1-2 percig tart. Én azt mondom, hogy ne az ismétléseket számoljátok, hanem próbáljátok keresni egy órát, akár telefon, akár karóra, teljesen mindegy, és 45 másodpercen keresztül folyamatosan csináljátok, és 1 perc pihenőket tartsatok. Ha ebből meg tudsz csinálni 5 kört, akkor már nagy baj nem lesz a motortolással. A további tartalmi iratkozzatok föl, remélem hasznos lesz, sziasztok!